hazája, éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Bonjour, író deák, csengelnék így egy a világ, megírja ő a levelet, a ragyogós csillag mellett, éljen a magyar szabadság, éljen a haza, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Gyertek kicsit ebbe a karéba, mert... Aki fáradt, az... Gyertek egy kicsit ebbe. Bemegyek a kicsit. Megfogadjuk. Táskát is ide alapodok. Úr elfáradt. Fut a hajnaltól a nagy éjszaka. Piros arccal jött-e hajnal, piros arca vadsugára, komor fényzat a világra. De pirulás, vér, harag és szégyen fölébredt nemzetek szemében. Kedves ünnepi emlékezők! Petőfi lánglelkű szavait idézve köszöntöm Önöket megemlékezésünkön. Tisztelettel üdvözlöm a Klauzál Társaság nevében Karsai Ferenc és Kajas Ervin polgármester urakat, jelenlevő díszpolgárainkat, kerületi civil szervezeteink vezetői és a helyet foglaló vendégünket, tagjait bocsánat, és minden kedves megemlékezésünket, megtisztelő vendégünket, valamint nem utoljára, de nem utolsó sorban a Klauzál Gábor Társaság megjelent tagjait. Valamint mondanám, hogy 2012-ben közadakozásból állított Klauzál szobrunk előtt 2013-ban emlékeztünk meg először, március 15-ére. Akkor Szász Erzsébet taktársunk volt az ünnepi szónokunk, aki napra pontosan, sajnos ma 2 éve hagyott itt bennünket. A ma esti 48-as megemlékezésünket rá is emlékezünk, valamint Glottfelder Tamás elnökünkre, akivel tavaly még együtt ünnepelhettünk. Nyugodjanak békében, emléküket örökké megőrizzünk. Ünnepi megemlékezésünket megtisztelve közösen énekeljük el nemzeti imánkat, a himnuszt. Isten áld meg a magyar, jó kedve, bősége, nyújts felé. Yeah.
megkérem Ambrus Károlyt, a Klauzál Gábor Társaság tagját, hogy tárogatójával játsszon nekünk 1848-as katonanótákat. Úgy gondoltam, hozok egy olyan dalt, amit viszonylag kevesen ismernek, azt el fogom játszani egy versszakkal, és elénekelem két versszakkal. Utána olyan közismert nótát fogok játszani, amit közösen tudunk énekelni. Az a közismert nóta, az a Kossuth Lajos táborában Kércál Majoránna és a Gábor Áron Rézágyúja. Mindenki tudja, arra kérek mindenkit, hogy felhangon énekelje, mert mindenkinek csodálatos szép hangja van, rá fogtok jönni. Egy verszakkal fújjon tárogatón, és utána elkezdem énekelni, és örülnék, hogyha mindenki bekapcsolódna. Mint a rozmaringa jó anyaföld.
sejbe legyük elezzet. Gábor, Áron, Vézár, Júlia, el van világozva. Indulnak már a tűzélek messze a határa. Nehéz a Vézárjuk, kerek a szárcsalja földet, dolongom édes sósám a hazáért, el kell válnom tőled. Nehéz a Vézárjuk, kerek a felszántja hegyet, völgyet, lompom édes rózsám a hazáért, el kell válnom tőled. Véres a föld, magyar huszár, véle folyik rajta. Csak még egyszer gondolj vissza, szép magyar hazádra. Anyám, te jó lélek, találkozom-e még véled? Holnap után hosszú útra, messze földre élek. Anyám, te jó lélek, találkozom-e még véled? Holnap után hosszú útra, messze földre élek. Gyönyörű volt, köszönöm. Köszönjük szépen Karcsinak. És most szeretném megkérni Andrásovszki Csillát, a Klauzál Gábor Társaság alapító tagját, ünnepi megemlékezésének megtartására. Kedves ünneplő közönség, tisztelt egybegyűltek! Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idők végéig megmaradnak, mint csillagok ragyognak boldogan, s... nem lehet hallani? S fényt szórnak minden születő tavasznak. Juhász Gyula több mint 100 éve írt versorokat, 1848 márciusi dusára emlékezve, s valóban ma is történelmünk egyik legfényesebb napjaként ünnepeljük a 176 évvel ezelőtti eseményeket. Ha egy szó vagy fogalom jut eszünkbe március 15-éről, az valószínűleg a forradalom, de ott van közvetlenül mellette a kokárda, a 12 pont Petőfi és a márciusi ifjak, a nemzeti dal, a sajtószabadság és az ikonikus helyszínek, Pilvax kávéház, múzeumkert, Landererék nyomdája vagy Táncsics börtöne. Korabeli naplókból, visszaemlékezésekből jól ismerjük e nap történéseit, óráról órára, sőt helyenként percről percre követni tudjuk az eseményeket. Igaz, a visszaemlékezések néha eltérnek egymástól, a legenda, a szóbeszéd pedig eltér a valóságtól, így kétségeink támadhatnak, hogy most akkor elszavalta a múzeum lépcsőjén Petőfi a nemzeti dalt, vagy mégsem, s valóban Szikra Ferenc jurátus tanácsára javította az utolsó napon rajta magyarról talpra magyarra annak kezdő sorát, és igaz, hogy maga Landerer súgta Irinyinek, hogy foglaljanak le egy sajtógépet, és az esőben zajló paraplés forradalomban tényleg becsukták Jókai kérésére az ernyőket, és inkább áztak, csak hogy mutassák, ők nemhogy az esőcseppektől, de a golyóktól sem félnek. És akkor most a kokárda színei kívülről vagy belülről követik a piros-fehér-zöld trikolort. Ezek persze jelentéktelen kérdései a Pest-Budán kitört forradalomnak. A jelentősek azok a követelések voltak, melyeket a márciusi ifjak 12 pontban fogalmaztak meg a nemzeti függetlenségért és a polgári átalakulásért. A forradalmat elindító fiatalok felismerték, hogy függetlenség és szabadság nélkül nincs jövője Magyarországnak, és elég bátrak voltak ahhoz, hogy az európai forradalmi hullámhoz csatlakozva ezekért megküzdjenek. Március 15-e vér nélkül zajlott, bár tudjuk, hogy a következő másfél évben a Habsburg uralom megszüntetéséért vívott szabadságharc sok áldozatot követelt. A vér nélküli forradalom említésekor kihagyhatatlan Klauzár Gábor neve, akinek higgadtsága, bölcsessége ellensúlyozta az ifjúság forradalmi hevületét. Itt Budatétényben, a Klauzál Társaság ünnepségén minden évben megemlékezünk arról, hogy társaságunk névadója milyen tevékeny résztvevője volt a március 15-i eseményeknek.
Klauzál Gábor már a 30-as, 40-es évek Reformország gyűlésein szerepet vállalt, a szabadelvű ellenzék egyik vezetőjeként, és nagyszerű szónoklatokkal küzdött a szólásszabadságért, a polgárság jogaiért, a magyar nyelv hivatalossá tételéért, az örökváltságért, és még számos ügyért, amelyek mind a magyar nemzet felemelkedését szolgálták. Március 15-én ő is részt vett a Nemzeti Múzeum előtt tartott népgyűlésen, majd Nyári Pállal ő vezette a tömeget Budára a helytartó tanácshoz, követelve a cenzúra eltörlését és a státuszfoglyok szabadon bocsátását, és az ő vezetésével jutottak el Táncsics börtönéhez is. A következő napokban is főszereplő volt, a megalakult Közcsendi Bizottmány élén Nyári Pállal és Rottenbiller Lipóttal együtt biztosították a rendet és a további békés átmenetet. Birányi Ákos, korabeli író, újságíró, Pesti Forradalom című művében így ír róla. A kezdődött békés mozgalomnak egyik legfőbb vezérhőse, Klauzál Gábor szeretett honfitársunk volt. Nem kétkedünk kimondani, miszerint ha Klauzál Gáborunk nincs, a dolgok már első nap, tán oly általányosan kielégítő ponton nem állanak. Őt nevezzük s kiáltjuk ki az összes haza előtt, Pestváros bátor léte megőrzőjéül, s tán az egész honbéke védangyalául, s új korszakunk egyik legdicsőbb tényezőjéül. Magáért beszél. Természetesen mi Klauzál szerepét helyezzük középpontba az 1848-as ünnepi megemlékezéseinken, de minden magyar hős, aki tevékenyen küzdött, sőt esetleg életét is áldozta a nemzetért, az ország szabadságáért, megérdemli, hogy ápoljuk emlékét. Nem felejthetjük, hogy 175 éve, 1849. március 5-én zajlott a győztes szolnoki csata, és ezt követően indult a dicsőséges tavaszi hadjárat, a szabadságharc legszebb fejezete, amikor a magyar honvédsereg nagyszerű küzdelemben sorozatos győzelmet aratott. Ezek előtt a hős honvédek előtt is fejet hajtunk. Sajnos a gyönyörű tavasz után a túlerővel szemben a szabadságharc elbukott, és a következő években, március 15-ére már csak titokban emlékezhettek. Nemzeti ünnepé csak 1927-ben nyilvánították Klebelsberg Kuno javaslatára. 1951 után a Rákosi korszakban ismét munkanappá vált, iskolai megemlékezésekkel, felemás ünnepléssel. Emlékszem, a 70-es évek közepén, középiskolás koromban tanítás nélküli munkanap volt ez a nap, és mi a tanítási szünnap ellenére sem hagyhattuk el a kollégiumot, az előző évi kisebb tüntetés miatt be voltunk zárva március 15-én, és az ablakból néztük a beköszöntő tavaszt, és gondolkodhattunk a márciusi ifjak szabadságvágyán. Ma szerencsére szabadon ünnepelhetünk, bár néha nem is tudjuk, miért van erre szükség. Pedig az ilyen alkalmakkor életben tarthatjuk a múlt nagy történéseit, újra és újra átélhetjük a sorsfordító napokat. Vagyis a múltat nem kell végképp eltörölni, a közös történetek, példaképek, emlékezések, a saját hősök tiszteletet, a saját áldozatok gyászolása, szülőföldünkhöz való kötődést és erkölcsi tartást ad, és közösséget is terem, és ahogy Vörös Marti írta, emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék. És ha megnézzük a szabad sajtó első termékeként kinyomtatott 12 pontot, a címében ott a kérdés. Mit kíván a magyar nemzet? Legyen béke, szabadság és egyetértés. Úgy gondolom, hogy ma is erre van szükségünk. Béke, szabadság és egyetértés. Kövessük át a dicső példákat, becsüljük az igazi értékeket, őrizzük a normalitást, még akkor is, ha azt látjuk, hogy a világban ma sokszor az abnormalitás kerekedik felül. Éljenek a márciusi hősök, éljen a magyar szabadság, éljen a haza. Éljen! Nagyon szépen köszönjük ezt a szép és tartalmas beszédet. Most pedig innen megemlékezésünk utolsó eseményeként kérem azokat, akik névadónk, Klauzál Gábor szobránál szeretnének koszorozni, vagy irányozni, elsőként kérem Budapest Tétény, nem kormányzat és a Klauzál Gábor társaság nevében közösen koszorúzókat. Köszönjük árnyezésére. Másodiknak szeretném felkérni a Buda Tétényi Polgári Kör
jelenlevő képviselőit köszönjük elhelyezésére. Harmadiként kérem a politikai foglyok országos szövetségének jelenlevő képviselőit. Köszönjük el. Most pedig szeretném kérni, ha esetleg van olyan jelentkező, aki egyéni ünnepi megemlékezésünk befejezéseként közösen énekeljük el a szózatot. Megemlékezésről részt vettek, tiszteletüket tették, vásárolták hazánk nagyjai előtt megbecsülésüket. Köszönöm szépen! Csoportként!